Sziasztok! Mai videónk témája nem más, mint hogy hogyan mentsem meg a kukába szánt PlayStation 2-met. Más persze, ha valaki van annyira merész, hogy kidobja, mert ugye én se dobnám ki, még hogyha hibás is, de ugye ez egyén függő, de mindenki azonban, hogy szeretné megmenteni, hogyha arról van szó. Gyakorlatilag ez a téma már elég jól ki van vesézve az interneten, nem egy javítós repír videó található a YouTube-on, de olyan videó viszont egy se, ahol a jellegzetes hibák vannak felsorolva, főleg egy PlayStation 2-nél. Mondjuk jellegzetes hiba, mi számít jellegzetes hibának? Gyakorlatilag nem egy bonyolult gépről van szó, nem egy PlayStation 3-ról, vagy egy PlayStation 4-ről, vagy egy Xbox 360-ról, vagy egy Xbox One-ról. Gyakorlatilag vannak jellegzetes hibái. Ugye, de mielőtt felsorolnánk, ugye azt is meg kell említeni, hogy merünk-e úgy hozzáfogni, hogy teljesen szakavatatlanul, vagy teljesen amatőrül, vagy amatőrök vagyunk a témában. Én azt javaslom, aki fél belenyúlni, az inkább vigye olyan emberhez, aki nem fél ettől, hogy megbontsa, meg van annyi szaktudása, hogy azért helyre is állítsa, viszont nagyon kevesen foglalkoznak ilyennel, én is csak hobbi szinten, másnak már nem igazán javítok, azelőtt javítottam. De már csak saját magamnak guberálok alkatrészeket és javítok konzolokat, de áll Istennek ezáltal szereztem egy kis tapasztalatot is, így hát szeretném megosztani veletek olyan téren, hogy mik a jellegzetes hibái egy ilyen konzolnak. Akkor gyakorlatilag vágjunk is bele, így a legelején jellegzetes hiba, gondolom ezt mindenki ismeri. Bekapcsolnád, fel se villan, fel sem pörög, stb. Mi lehet a gond? Hát elsősorban legfőbb probléma a bekapcsoló panelszalag kábele. Nagyon rossz konstrukció, hogy itt a szétbontod, meg ugye nézel erről videót, hogy amikor szétbontod, az itt át van fűzve egy műanyag darabon, és így becsatlakozik az alaplapba, de elég nyakatekert módon, és ez abban elérik, hogy gyakorlatilag áll, vagy éppen felállítod, vagy fekteted, vagy esetleg véletlenül kicsúszik a kezedből és elejted, ez innen vagy kicsúszik, vagy lelazul, vagy egyszerűen annyira meg van már gyűrődve, hogy egy idő után már nem is érzékel. Általában ezt a hibát az okozza, hogy ugye bekapcsolod, és nem ad át, nem indul a konzol, szóval megbontod az eBay-ről, mert ugye általában az eBay-ről tudsz ilyen cuccot rendelni, vagy veszel egy nagyon olcsó konzolt, ami már tropa, viszont még bekapcsol, és kicseréled ezt a szalagkábelt egy újra, vagy egy majdnem jóra. Valaki, láttam már olyat is, hogy fogta, egyszerűen kiúszta ezt a szalagkábelt, és zsinórosra forrasztotta, de hát ahhoz is szakavatott kéz kell, meg ügyes szakmai tapasztalat, hogy ezt átforrazd. De az egyik hiba az ez, a bekapcsoló panel szalagkábele. De ha véletlenül nem ez. Bekapcsolod, felvillan a piros LED, majd vissza kikapcsol, mi lehet a baj? Hát ilyenkor az szokott előfordulni, de majd mindent demonstrálunk. Légy szóba, hogy
az alaplapi gombelem, ami benne van, gyakorlatilag le van merülve, és nem tud felbújtolni a rendszer. Ilyenkor jelzi neked a gép azt, hogy felvillanok, akarom én az igazságot, de mégis kikapcsolok. Ez azért van, mert a kis lítium elem, ami az alaplapon található, az le van benne merülve. De hát ugye ezt jó volna szemléltetni, úgyhogy most egy kis trükköt alkalmazunk. És már itt is vagyunk. Hát igen. Ez a kis 3 voltos elem, ami azért felel, hogy a rendszer felálljon, lemerül. Most nem is tudom egy kézzel visszapattintani, mert ennek viszont itt a helye, de csak szemléltetésképpen van ez az alaplap. Ugye ez egy PlayStation 2-es alaplap, aki még nem látott ilyet, annak mondom, hogy igen, ez egy PlayStation 2-es alaplap. És ugye ez okozza azt a hibát, hogy bekapcsolod, az elem le van merülve, nem tud bebútolni és vissza kikapcsol. Ezt egy egyszerű elemcserével megoldod, ahogy kicserélted az elemet, bekapcs, felvillan a piros LED, majd zöldre vált, mivel bebútolt és elindul a rendszer, és egy perc. Ez egy működő alaplap egyébként, viszont az egyetlen hibája az, hogy szakavatatlan kész szedte szét, és gyakorlatilag egy-két dolgot sikerült letörnie az alaplapról, ez pedig len, ha jól emlékszem, amit nem is látok, az a ventilátor csatlakozó, így van, erről az hiányzik, amit majd rá kell forrasztatnom, mert én nem vállalnám, olyan aprócska, de teljesen jól működik, ugye. Mindig az volt, hogy játszottak vele, és lát, hát szerencsétlen azért, mert nem hűtötte semmi, és ugye ő is hiába van rajta egy hatalmas nagy alu hűtőborda, hogyha szészeded, az is átmelegszik, és a GPU, ugye itt vannak a memóriái, az egyszerűen beadja a kulcsot, és leáll. Szóval nem bekapcsol gép, vagy nem bekapcsoló gép, vagy éppen olyan gép, ami nem ad magáról életjelet, ugye szalagkábel, 3 voltos lítium elem. De térjünk vissza a géphez. Itt is volnánk. Mik lehetnek még azok a hibák, amik orvosolhatók a házilag? Na ugye, szalagkábelek, ugye bedugod a joystickot, nem olvas, nem reagál, hiába rakod bele a memóriakártyát, nem érzékel, szintén szalagkábel hiba, az alaplapra, ahol csatlakozik, szalagkábel csere, esetleg felnyomod a tápot, benyomod a gombot, semmi életjel, pedig elemet is cseréltél, szalagkábelt is cseréltél, az összes többi szalagkábel jó, a gép nem melegszik, a ventilátor viszont nem indul el, semmi életjelet nem ad magáról, mi lehet a gond? Az ilyen jellegű hibára, amikor már ezt a kettőt kiküszöbölted, és még mindig nem akarja az igazságot, a tápot kell, hogy buzeráljad, és mindjárt mutatom, mit is kell. Most ismételten vissza térünk egy pillanat múlva. Íme egy PlayStation 2 táp. Ugye ez modellenként eltérő, de nagyjából a kivitel az ugyanaz. De annyi a különbség, hogy a kiosztásuk más, ugye ezért nem tudod az egyikből átbuharálni a másikba, mert ugye ide nem tudod rádugni az alaplapot, máshol van a tüskéje, de ez a legkevesebb. Táp. Ilyenkor ellenőrizni kell a tápon, hogy esetleg a kondenzátorok, vagy éppen
kisebb alkatrészek fel nincsenek puklisodva. Itt ez meg nincs égve. Ugye, látod itt ezt a baszott nagy kondit? Láttam már olyat, ami így szét volt nyílva. Leforrasztottam, ráraktam egy másikat. Ez nem egy bonyolult művelet. Ugye megkeresed a lábait, hatalmas nagy lábai vannak. Leforrasztod, forrasztasz rá egy újat, és mepereg is a dolog. És akkor próba indítás, de még mindig nem. Pedig kondit cseréltél, mert láthatod, hogy föl van puklisodva. Azaz, ha már ez a kondi föl puklisodott, akkor tisztában kell lenned azzal, hogy itt ez a kicsike, ez a biztosíték, ez off. Mert ugye akkora indukció vagy zárlat volt, hogy ellőtte ezt a kondenzátort is, és akkor 100% hogy a biztosíték is puff, elszállt, szóval itt ezt kihúzod, vagy egy bontott konzolból, vagy éppen bemész egy műszaki elektronikai boltba, és veszel bele egy biztosítékot, kicseréled, visszarakod a tápot, és már pöcröf, indul is. Ez 100%, mert ugye az említett hibák már ki vannak küszöbölve. Szóval tápgondok, ilyenek lehetnek, felpuklisodott alkatrészek, vagy éppen itt, ha ez megvan égve, akkor ezt cserélned kell 100%, mert akkor már szintén akkora zárlat volt, meg akkora indukció, hogy itt már egy-két alkatrész tönkrement. Ezeket ki kell mérni. Persze, ha van műszerész ismerősöd, akkor rábízod, vagy kompletten ezt a panelt lecseréled egy bontottból, és akkor már is tudod indítani. Vagy ha nincsenek akkora gondok, látod, hogy minden szép, akkor gyakorlatilag ezt a biztosítékot kicseréled a tápba, és akkor ucu neki, bekapcsolod, és megy is a konzol. Ezek az olyan hibák, ami ugye, hogy mondjam, az olcsó autószerelő technikával, az, hogy szedjük ki, cseréljük ki, rakjunk be újat, azt akkor hagyd menjen. Ezek így orvosolhatók. Viszont van a leggyakoribb hiba, amire mindjárt ki is térünk, ez pedig az olvasó fejhiba. Na és akkor itt is vagyunk. Csak így a szemléltetésképpen egy épp normális olvasófej. Mindene megvan, teljesen korrekt. Szalagkábelei rendben. Ez egy bontott gépből van. Sajnos ő fejbeállításra szorul, amire mindjárt kitélek. Nem olvas a PlayStation-öm. Nagyon sok helyen olvasok ilyen hibát, hogy azzal árulják, hogy nem olvas. Miért is van ez? Miért is alakul ki ez? Na ugye, ha veszel egy konzolt, és olcsó János vagy, mert nem akarsz szoftverre költeni, hát elviszed, csippelteted, vagy szoftmódoltatod, vagy egyéb módszereket alkalmazva, nem tudom milyen módszer van még, és ugye rákényszeríted ezt a kis ketyerét, hogy rendellenesen DVD-nek olvassa az írott lemezt, vagy éppen a chip arra kényszeríti, hogy hagyja függetlenül a régiókódot, és ugorjon egy nagyot. Szerencsétlen ezen a sávon így fölre ugrál, a chiptől meg a softmódtól, ugye egy idő után be is adja a kulcsot, nem olvas. Miért van ez? Miért nem olvas? Hát mert ugye DVD-nek látja, a chip, azt hiszem a chiptől is, meg a softmódtól is, inkább DVD-nek látja az írott lemezt, amin játék szerepel, és ugye őrületesen meg tud tőle gajdulni. Hogyan javítsam? Hát én nem csipeltetném, vagy softmódoltatnám a PlayStation-ömet, ergo gyakorlatilag a gyári állapotot megtartanám, mert hiába veszek 100 millió egy szoftvert, írottan úgyse tudom mindet végigjátszani, csak azért meg, hogy kipróbáljam, kölcsön is tudok kérni. Meg már ugye kiöregedett konzolnál az a jó, hogy annó drága szoftvereket meg tudom venni és ki tudom élvezni, a jó PlayStation-on nem, de a rosszomon nem.
Szóval ne tegyétek tönkre azzal, hogy chippeltettek, vagy éppen softmódoltatok, de amikor már késő is ilyen állapotok uralkodnak, mert ugye itt is próbálták javítgatni, ezek mind bontott gépekből vannak, heréltek, és akkor gyakorlatilag szakavatatlanul nekivágtak, és akkor tönkre vágták. Na, nem olvas a PlayStation-öm, térjünk vissza a témához, hogyan javíthatnám ki ezt a dolgot, ha mered, mert ugye ez már elég komoly cucc. Olvasófej. Itt találsz két pici csavart, és ha olyan állapotban van a PlayStation-öd, hogy akadozva olvas, akkor még nagy szerencsés vagy. Vettem, de sikerült megszakadnunk. Betelt a memória a telefonomon, szóval vissza az olvasófejekhez. Ott tartottam, hogy szerencsés az, aki nek a PlayStation-je még akadozással olvassa, vagy akadozva olvas. És ugye elmagyaráztam, hogy itt van két kis csavar, melyiket kell tekergetni. Ugye az a jó, hogy van olyan olvasófejen, ami meg van jelölve, vagy DVD, meg CD, de egyébként, ha az interneten rákeresel, az említett szám alapján, hogy milyen fej, akkor ugye ott meg is jelöli, hogy melyik a CD, melyik a DVD, és hogyha akadozva olvas, egy picit fordítasz rajta föl vagy le, hopp, most ugye látszik, fordítasz rajta, egy apró csavar húzó föl vagy le, akkor még el tudod találni azt a pontot, hogy olvasson. De a legegyszerűbb módja az ilyen tönkre hajintott fejek javításának, persze, amit említettem is, az olcsó autószerelő módszer, fogom, kiveszem és kicserélem. Az adott szám alapján, ott látod is, KHS400C, ez alapján rendelsz egy új fejet, viszont a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek az új fejjel kapcsolatban, hogy szétszedik a konzolt, leszedik az olvasófej tetejét, rádugják a szalagkábelre, becsavarozzák, és lám-lám, vadonat új fej, és nem indul, nem működik, akkor idegükben, hogy jó átlettek, baszva, meg kínai szar. Ilyen mondatokat elejtenek. Ezt tudom, ez a saját példám egyébként. És akkor oda zúznak egyet az egyik konzolnak, hogy na, faszom, megint kidobtam egy csomó pénzt. Holott csak utána kell járni, hogy nem úgy megy el, mert az, hogy én fogom is kiveszem. És dugom be a másikat, és már indul is. Ha akár B jelű vagy akár céljelű új olvasófejet vesz az ember, akkor az első feladata az, amikor megkapta az új olvasófejet, hogy leteszi az asztalra. Ott van két kis pötty, vagyis itt van két kis pötty, amin az új olvasófejen egy nagy pötty, ohm pötty van. Fogja, fölhevíti a forrasztóját, és szépen ide ráforraszt, hogy három különálló kis pötty legyen belőle, mert gyakorlatilag ez a forrasztás itt meggátolja azt, hogy ez az olvasófej mocorogni merjen, elmerjen indulni, szóval aki új olvasófejet vesz, az igyekezzen ezt a kis hibát kiküszöbölni, és forrassza le. Ugye én is akkor voltam már okos, ugye saját tapasztalatból, mikor rákerestem az olvasófej cserére a YouTube-on, és ott egyetlen egy videót találtam, remélem meg tudom majd keresni, ahol megmutatja pontosan azt, aki, hogy már pedig azt a kis pöttyöt onnan le kell szedni, és úgy kell rádogni a szalagkábelre, hogy olvasson a másik tészta. Mikor olvasó fejet cserélünk, ügyeljünk arra, hogy jól rakjuk vissza a tálcát. Ugye van itt ez a kis fülecske. Nagyon sokan itt szoktak rontani, hogy a tálcára úgy helyezik vissza, és a tálcát úgy helyezik vissza, hogy ez nem abban az állapotban áll, melyet elkezdik mozgatni, hogy jaj, de érdekes, mozgatom a tálcát, nem abban a pozícióban áll, ahogy szétszették, és egyszerűen visszacsavarozzák,
És amikor elindítják egy ilyen hatalmas nagy nyekergések közepette, ennyit csinál a PlayStation, hogy rázkódik, de nem mozdul sem erre. Hát ez a fül nincs a helyén, a tálca nem mozdul el, és látjátok, az egész mechanika nem fog felemelkedni. Vagy lesüllyedni. Pok, tálcára ügyelni kell. Mindig úgy tegyétek vissza, hogy kiszedtétek. Ha nyitott állapotban szedted szét, akkor hagyd úgy. Ha csukott állapotban szedted szét és lehúztad, akkor igyekezz úgy vissza tenni a tálcát, hogy a tálca aljába ez a kis fül a helyén legyen, van egy kis sáv rajta. Most ugye kereshetnék egy tálcát, de nem teszem meg, mert hosszúra fog nyúlni a videó, de ez a kis fül legyen a helyén. Ugye ezt majd, amikor belevágsz, úgyis látni fogod, hogy mire kell ügyelned. Amire még ügyelni kell fejcserével kapcsolatban, ugye azt mondtam, hogy ezt minden lézer, új lézerfelről le legyen forraszva zompöty. És ezt a kis fehér műanyagot ne merje tekergetni senki. Mert ugye mi is ez. Nagyon frankó hangja van, hogy itt kattog, de hogy tekergeted, észreveszed majd, hogy ha már ebben nem vágtam, hopp, nullába állt. Én azért hívom nullába állt állásnak, mert gyakorlatilag az egész tálca megbillen, megsüllyed. És gyakorlatilag, ha ezt eltekergeted, ki is nyírtad az egész mű, nem is foglalkozz utána vele, mert gyakorlatilag, hogy te ezt pozícióba állítsd újra, amiben olvasott a fej, mert így ez az egész tálcát mozgatja, lehetetlen. Te véletlenül arra vetemedni, hogy te ezt itt tekergetni szeretnéd, mindig jelöld meg egy piros filccel, jó alaposan, hogy hol állt ez a kis fogaskerék. Mert gyakorlatilag ez azt szabályozza, hogy a fej milyen szögben vetítse ki a sugarat a CD-re, és ezt te faszán így eltekergeted, mert te annyira kíváncsi vagy, és látod, puff, át is kattan, ezzel el is basztod az egész beállítást. Szóval hiába veszel vele új fejet, azt fogod észrevenni, hogy összerakod a konzolt az olvasó fejjel együtt, beleraksz egy lemezt, szerencsétlen felpörög, ez így elkezd ugrálni, mivel elcsavargattad, a fejmagasságot elállítottad, és gyakorlatilag ez a kis csoda így végigveri a CD-t benne, és hótkarc lesz az egész, ki is fingatod. Amikor látsz olyan lemezeket, hogy kinyílik a tálc, és kiveszed, és tiszta, ilyen centrikus körök szerepelnek, vagy az elején, vagy a végén, na ez pontosan ez okozza ennek a buzerálása, vagy az, hogy éppen zakózott egyet a konzolod, vagy eldöltötted, és a többi, és ez átugrott, vagy megmozdult ez a tálca. Hát ugye, az a jobbik eset, hogyha úgy lett elbaszva, hogy elejtetted, mert akkor a szervizben ezt helyre hozzák, mert ezt a szakavatott kéz ezt tudja javítani. Erre még nem találtam javítós videót, viszont minden videóban felhívták a figyelmemet arra, hogy ezt én ne tekergessem, ne ismerjem. Szóval fejbeállítás. Le is zártuk a témát. Ha új fejet rendelsz, forrazd le. Ezt a kis fehér fogas kereket ne tekergesd, és a tálcát mindig abba a pozícióba állítsd vissza, hogy szétszedted. Sokan mondják, hogy majd én megoldom, de hiddétek el, én a saját hibámból megtanultam, hogyha szétszedek valamit, próbálom úgy visszaállítani, hogy szétszedtem, ezt nem tekergetem olvasófejet. Ha már totálisan nem olvas, nem javítgatom, nem állítgatom, az tuti csere, ha akadozva olvas, akkor játszadozok a csavarral, és nem tekergetem észveszetten el, mert hogyha nagyon eltekered, úgy elnyomod a fókuszpontot, hogy soha büdös életben nem tudod abba a pozícióba visszaállítani, ahol volt. Ha akadozva olvas, ott lesz egy milliméterrel vagy két milliméterrel feljebb a jó pont. És ugye a soft módot meg kell szintetni, meg a chipet is meg kell szintetni, mert az tönkre, a írott lemez nem kell,
gyárit már veszel olcsón, vagy viszonylag olcsón, attól függ, milyen névről van szó, és akkor azzal vígan el vagy. Szóval így tudod javítani az olvasó fejet. Szerintem ki is veséztük a témát.